Szeretettel meghívjuk Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét, és Kelemen Unó, Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét. Ugyanis létrehozunk valamit. Közhírre tétetik a Magyar Bolt részvénytársaság elindulását. A Magyar Bolt egy üzletház koncepció, mely főleg magyar termelőknek a termékeit forgalmazza. Legyen 10 elszánt tökös magyar a széles világon, akinek szívügye egy ilyen projekt. Keretösszeg nemzeti érzületi gazdag emberek betársulása révén gyűl össze. Egy éves keretösszeg kézbe letéve 100 000 euró. Azaz 10 ember szer 10 000 euró, ami az egy éves megélhetésüket illeti, ami azt jelenti, hogy full-time-ban dolgoznak az ügyön. Én, Muzsi Attila, ezt a 100 000 eurót legarantálom az 500 négyzetméteres csarnokomnak. Ha nem tudunk felmutatni életképes tervet az év lejárása után, a garantált épület révén a befektetett részeket a végrehajtás után visszakapják a derék magyar befektetők. Egy feltétellel. A nemzeti legnagyobb nézettségű tévés médiában a részvényesek arányában 50% Muzsi Attila, 50% derék magyarok kapnak 3-3 percet a terv bemutatására, illetve a terv csődjére, hogy a nemzet fiai teljes képet kaphassanak a dicsőségről vagy a csődről.